A legfontosabb célunk az, hogy a nagyon sok helyes sporadikusan létező tapasztalatokat összegyűjtsük, csokorba gyűjtsük és levonjuk a tanulságokat, és a magunk számára, és meg tudjuk válaszolni azt a kérdést, hogy mi a titok. Mi az, ami egy ilyen kísérletre ráviszi a kollégákat? Mi a titka annak, mitől működik mondjuk az előző modell? A hardware vagy a software, vagy mindkettő? Volt kapacitás, jó adottságú ingatlan, fejlesztő eszközök, busz és a többi. Vagy pedig elkötelezett kollégák, vagy mindkettő, mitől kezd el az egyik településen működni, és mitől nem kezd el az egyik településen működni. Kettő, ha működik valami, mi ebben a nagy szolgáltatási struktúráknak a felelőssége, a kormányzat felelőssége, a helyi kormányzat felelőssége, az igazgatás felelőssége, és mi a mikroszínnek a felelőssége, az adott testületek, a tanári testületek a felelőssége és a többi. Három, hogyha működik valami, akkor az, ahogy az előbb is említettem, hogyan terjeszthető el, és a tanulságai hogyan kamatozhatatok A. helyi szinten, B. a nagy rendszerek szabályozásának és a finanszírozásának szintjén. Tanulni szeretnénk ebből az együttgondolkodási folyamatból.